A legutóbbi vihar pusztítása szerencsére a 11. kerületet elkerülte. A debudai katasztrófavédelem tűzoltóit Budapest más területeire riasztották. Itt kisebb károk keletkeztek csak, egy olyan raktárhelyiség telt fel vízzel, ahol komolyabb károkat okozott. Egyébként a többi helyeken pincéket nem nagyon öntött el, a kis vízfolyások, patakok nem áradtak ki. Az utóbbi évek tapasztalata szerint egyre gyakrabban kell számolnunk annak a lehetőségével, hogy nagy viharok érkezhetnek. Érdemes ezért komolyan venni a meteorológiai előrejelzéseket és a figyelmeztetéseket. Sajnos az elmondható, hogy az elmúlt években egyre sűrűbben voltak olyan viharok, amik nagy károkat okoztak, akár szélvihar, akár csapadék, és ez továbbiakban is ennek a veszélye fönnállhat. Az elkerülni nagyon nehéz, mert hogy ezek hirtelen érkeznek, és nagyon nehéz kiszámítani azt, hogy hol csap le és melyik részen fog nagyobb pusztítást végezni, akár a fővároson belül is van, amikor az egyik kerületbe alig esik az eső, a másik kerületbe pedig özönvízszerűen. Igen ám, de mi a teendő, ha jön a vihar? Milyen óvintézkedéseket érdemes megtenni, hogy a lehető legkisebb kár érjen minket? Ha a szélvihart jelentenek, akkor célszerű arra is fölkészülni, hogy ne érhesse az embert meglepetést, tehát ha olyan helyen parkol az autójával, ahol nagyobb fa van, célszerű onnan kivinni az autót, hogyha leszakadt faág, vagy kidől fa, akkor ne tudja megrongálni, lakásba is ablakokat bezárni, olyan dolgokat elzárni a kertbe is, amiket elvihet a szél, felboríthat, tehát ezekre mindenképp oda kell figyelni. A hatalmas esőzések kapcsán az egyik leggyakoribb kár, hogy az autósok rosszul számítják ki az úton hömpölygő víz mélységét. Autójuk motorját eléri a víz, lefullad, és sok esetben már meg sem lehet javítatni. A másik leggyakoribb probléma, hogy a pincéket és a mélygarázsokat elönti a víz. Célszerű innen is időben kimenteni az autót és minden más értéket is. Hogyha olyan a terepviszony, hogy ott megállhat a víz, és ott van a lakóingatlan, befolyhat, vagy már tapasztalták azt, hogy befolyik a víz. Célszerű egyrészt jelezni előre az önkormányzatnak, ha ilyet tapasztaltak, vagy a csatornázási műveknek, hogy vizsgálják felül. Ha nem történik előrelépés, nálunk is beszokták jelenteni, mi is kimegyünk, felveszünk jegyzőkönyvet, lefotózzuk, és hivatalból mi továbbítjuk a megfelelő szakhatóságoknak. Célszerű ilyenkor figyelni azt, hogy a csatorna szemeket nagyon hamar eltömíti. Az első hullámban jövő csapadék az a hordalékot hozza magával, és eltömi a vízlefolyó lehetőségeket, utána megáll a víz. Ha van rá mód és lehetőség, célszerű egy gerebjével elkaparni időnként, hogy a további lefolyás biztosítsa. Egy biztos, a szakemberek szerint az ilyen helyzetekben a jobb félni, mint megijedni, a legjobb tanácsadó.